Ha holnaptól te lennél a tanár, mit csinálnál? Lyukas oldalra! Azzal is tudszok a videós boltból. Ez a gyerek vlogokban nagyon ott van. Ha az élet megvető, feldobja a kedved. Nézzél be a noszhoz, már ez legyen a terve. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Ma egy hasonló videót fogunk csinálni, mint múltkor, amikor a szerelem volt a téma, ugye gyerekfejjel, máshogy gondolkodnak a gyerekek, és érdekes válaszokat adnak. A múltkor ugye a szerelem volt a téma, és az Árnika folyamatosan a csókolózásra gondolt, de nagyon aranyos kis videó lett. Mivel most volt, vége volt az első hétnek, az iskola lesz a témánk, de szeretném először megkérdezni, hogy milyen volt az első hét? Jó volt. Jó. Jó volt? Jó volt? Igen. Csak elfáradtok, mire hazaértek, igaz? Igen. Instagramon láthattátok, hogy milyen jó képet tettünk fel, amikor az Árnika elbújtotta a fal mögé, de tök jó képet. Hát akkor gyerekek, az első kérdésem az, először mindig az Árnika fog válaszolni, jó? Mert át szokása, hogy utána az asztalt a zákos mond. Úgyhogy Árnika, az első kérdésem az, hogy szerinted miért járunk iskolába? Azért, hogy tudjuk a számokat, a betűket, meg tudjunk írni, meg olvasni. Jó, ennyi, nagyon ügyes voltál. Ügyes vagy, igen, akkor szerinted miért járunk iskolába? Azért, hogy többet tudjunk meg a világról. Hoppá, érdekes gondolat, igen. Ez érdekes gondolat volt, érdekes gondolat volt. Következő kérdésem, Árnika, szerinted az osztályba szerelmes egy fiú és egy lány. Szerinted járhatnak? Szerinted járhatnak? Összejöhetnek? Osztálytársal össze szabad jönni? Osztálytárs? Aha, két osztályt. Egész nap látjátok egymást. Össze. Szerinted össze? És miért? Például, ha középiskolában valaki összejön, és hát ne adja Isten szakítanak, de ugyanúgy osztálytársak. Akkor meg rossz ugye, ha egymást látjátok. Szerinted? Akkor nem. Akkor nem? Mind a kettőt lehet. Mind a kettőt lehet, persze. Te? Szerinted? Nem tudom. Szerinted milyen egy jó pattás? Jó. Igen? Mit vársz tőle? Hát, hogy megírja. Megírja a leckém. Igen, és még? Igen. Meg, hogy a házit is írja. Ugyanaz. Helyettem olvas. Nagy franc vagy te gyerek. Igen, de hát legyen kedves, aranyos. Néha lehessen hülyéskedni szünetekbe. Ezt tudom. Meg mond vicceket. Igen, hogy nevessék. Oké? Vesz nekem egy szegvényt! Vesz nekem egy szegvényt! Oh, ilyen pattár szerintem... Meg egy iPhone-ot! Ilyen pattár szerintem mindenkinek jó. Ákos, szerinted milyen egy jó pattár? Hát, kedves... Ha még nem ismerjük egymást, akkor összebarátkozunk vele, és akkor jó barátok leszünk. Így van, ez nagyon jó. Ezt én is akartam. Te is akartam? Jó van, ügyes vagy. Te is ügyes vagy, Ákos. Fiú pattársa jobb vagy a lány? Lány. És miért? Az jó kérdés. Szerinted, Ákos? Mind a kettő. Mind a kettő. Ja, te is ezt akartad. Nagyon ügyesek vagytok, jó válaszokat adtok. Mi volt a legjobb dolog, ami történt veled az iskolában? A focizás. A focizás, szeret focizni. Ákos, neked? Hát, ebben az évben a tanulás. Hoppa, gyere! Azt még egyszer mond! Ebben az évben a tanulás. Ó, ennyi? De ebben az évben. Ja, mert még nem tanultál sokat. Meg németből is csak szóbeli volt. Asszal, ja, te most vagy először németes, igaz? Melyik a legklasszabb hely a suliban? A legkirályabb hely, ahol szeretsz járni. Megvan. Tesiterem. Tesiterem, Ákos. Tesiterem meg az info. Igen. Gyerekek, a tesi meg az info. És még valami? Harmadik legklasszabb hely? Hát mi van az udvaron, Ádi? Trampolin. Szerinted, Ádi, milyen tantárgy hiányzik az iskolából?
Amit nem lehet, nem tanítanak, de te tanulnál szívesen. Milyen órára ülnébe, hogyha te mondanád meg, hogy milyen óra legyen? Videózat! Videózat, gyerekek! Hoppá, hoppá, érdekes, Ákos! Ez a jövő, igaz? Videózás, tévénézés! Tévénézés! Hol és mit játszol a szünetekben legtöbbször? Beszélgetek. Haverokkal? Aha. Igen. Trambulinozok. És becsöngetnek. Te, Ákos? Én beszélgetek, megfocizok és becsöngetnek. Ennyi. Ha holnaptól te lennél a tanár, mit csinálnál? Mondjad? Lyukas óra le. De aztán jó, megszavazunk tanárnak, jó? Gépen! Itthon egyedül? Nem, az infoterem. Az info, mindig informatika terembe vinnéd a gyerekeket, még matek órán is. Igen. Aztán, ti aztán jó tanárok lennétek. Csak olyan óra lennék, szabadjáték lenne. Szabadjáték, szabad foglalkozás. És akkor hogy tanulnak meg írni, meg olvasni a gyerekek? Én tudom. Napköziben. Három óra lenne egy nap. Nem vinnéd túlzásba. Nem felejtsd. És mit csinálsz az egyik felébe? Először lesz olvasás, utána fél órát lesz nyelvtan. Elég jó, megfelezted az órákat. Hallod? Nem, csak egy óra lenne. Na, ez a következő kérdésem, hogy egy nap mennyi óra lenne nektek a legoptimálisabb? Egy. Na is nulla. Igen, ez buta kérdés, a nulla, Ákos. Nekem jó lesz három. Hol szeretnél ülni leginkább az osztályba? Melyik a ki most, mellett? Nem ki mellett, hanem például ablak mellett, vagy előhátul. Hol szeretnétek ülni? Elő akarnák is. Az ablak nem, mert amikor nyitva van az ablak, rám jön a levegő. Ó, de jó, én is szeretem. Friss levegő, rád jön. Ó, de jó, Ákos. Télen meg úgy ott a radiátor. Akkor meg nem fázó, igaz? Igen. Ákos, te hol szeretnél leginkább ülni? Hátul. De melyik? Középső padsor, szélső? Középső, hátul? Én is szerettem mindig leghátul, mert rálátok az osztályra. És tök jó van. De én tudod mi? Na miért? Nem látja a munkámat. Nem látja találni a munkámat! Hány percesnek kellene lenni a szünetnek? Igen, várjál, Ákos! Szerinted hány perces lenne jó a szünet? Hogy mindenre idő legyen, nekem! Ide mondja! A nézők a kedves tanárok most! Hány perces legyen egy szünet, hogy legyen idő focizni, trambulni? 90! 90 perces egy szünet! Minden szünet? 90 percet? 99! Azt a hallod? Ez kemény. Egy nap 24 órás. Ott lenni az udvaron szünetem? 24 órában? Gyerek, nem szem. Jó elbeszélgetni. Az biztos, hát nem. Jó, trambolyom, de foci. Hidd el, hogy megunnád. Ugye elvégzitek a 8 általános iskolát, utána mit akarsz tovább tanulni? Informatematika. Mit akarsz dolgozni? Én rendőr. Rendőrt akarsz dolgozni. Oké, Ákos? Rendőr. Youtuber leszel! Jéje, mindenki youtuber akar lenni. Én is youtube streamer leszel. Oké, legyél streamer, érd el az álmaidat. Szeretitek az énekórát? Igen. Nem annyira. Énekeljetek valamit, amit énekórán tanultatok. Gumi erdőben egy gumi remete, bánatában született egy gumi gyereke. Jó, elég lesz. Gumibottal verik el a gyerek sejhaját. Egy évi dongó. Tapsoljuk meg magunkat! Nagyon ügyesek voltunk! Ez megér szerintem egy óriási lájkot, ha már srácok bemerték vállalni ezt a csodálatos énekhangjukkal, meg a Batyi énekhangjával. Tényleg, nagyon sok vagytok énekből. Ötös. Mit tanácsolsz azoknak, akik iskolába járnak? Ennyi? Jó tanuljatok! Jó olvassatok, jó írjatok, jó matekozzatok, jó infózzatok, jó tesítzatok, jó énekeljetek, jó rajzoljatok, jó festjetek. Festjetek! Festjetek! Ákos, te mit tanácsolsz az iskolásoknak, így az első hét után?
jól rajzoljatok, meg amikor fölmentek, fogadjatok szót. Hova a tanárnőnek. Föl? Igen? Nagyon jó gondolat. Igen, szót kell fogadni a tanárnőnek, meg a tanár úrnak. Igen? De ez a jó rajzolja magát, én sem rajzolok jól, nem mindenki olyan ügyes. Aki tud, az nagyon jól rajzoljon, ahogy láthattuk, nagyon szépen rajzoltok a rajzokból. Nagyon, igen, amiket küldenek rajzokat, nagyon szépek. Gyerekek, ennyi lett volna ez a mai videó, köszönöm szépen a srácoknak, őszintén válaszolnak, és nagyon örülök neki, hogy ebbe partnerek. Köszönjük szépen, reméljük, hogy jól szórakoztatok, és jövünk a folytatással, igaz? Köszönjük szépen! Addig is sziasztok! Sziasztok! És iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot!